Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy ígértem, a zajszűrés lesz a mai téma. Sikerült találnom egy olyan videót az interneten, amelyet szeretnék kiszűrni, mert érdekel a téma, de zavar a háttérnek a zúgása, azaz elég szép és egyenletes zajt kaptunk, amit érdemes gyakorlásként szűrésre felhasználni. Azaz hallgassuk is meg a hanganyag egy nagyon rövid és zúgós részét, és utána álljunk neki a javításnak. Mégis egy ilyen írottabb betű lenne, ez az emlélik hozzá. Egy kicsit kivágjuk. Ez nem is olyan rossz. Ahogy az előbb is hallottátok, elég zajos a felvétel. Hol látjuk a zajt? Azt látjuk, hogy bizony, ahol a középet, a nulla, azaz teljes csendnél nem nulla van, hanem kis vastagabb, szélesebb hullámforma. Itt lehet látni, nagyon szépen lehet látni. Pontosan ezért választottam ki ezt az anyagot, mert van benne egy hosszabb zajszakasz, amin nagyon jól tudjuk vizsgálni a zajnak a minőségét, azaz ott a zaj. Egy picit eltér az egyenes vonaltól, a nulla semmi hangtól az alapérték. Ezt gyakorlatilag ki kell szűrni, hiszen zavaró. Hallottátok? Zavaró. Mi az, amit nem kellene csinálni? Első körben, amit nem kellene csinálni, az, hogy nekiállsz és ezeket a tüskéket levágod. Miért? Megmutatom, hogy miért nem igazán jó az, hogyha először a tüskelevágásokkal kezdünk, majd normalizálunk, és a legvégére hagyjuk azt, hogy a zajt eltüntetjük. Logikus gondolat, de sokan beleesnek ebbe a hibába. Első teendőm, hogy készítek egy képmentést erről a szakaszról, hogy lássuk, hogy milyen volt. Elmozgatom, ez egy script készíti el nekem, tehát ez nem az Audio City-nek a szolgáltatása. Ilyen vastagságú zajt kaptunk. A következő lépés természetesen az, hogy a hatás limiter, ahogy szoktuk, lelimitáljuk a tüskéket, eltűnik nagy része a tüskéknek, majd hatás normalizálás, és utána már örömmel veszük észre, hogy bizony a tüskék eltűntek, a zaj az vastagabb lett. A többi hanganyag pedig egyenletesebb. Elértünk valamit, ami rontott a zaj, látható itt egy kicsit kevesebb, itt lényegesen vastagabb a zajnak a rétege, azaz bizony ez így nem jó. Hát elteszem a képet, és két darab Ctrl-Z-vel visszalépek az eredeti állapotra, és elkezdjük először, és ahogy mindig kell, elkezdjük először a zajt eltüntetni. Kell keresni a hangok között, a beszéd vagy a zene között egy olyan szakaszt, ahol nincs más. Én azért választottam ki, ahogy mondtam, ezt az anyagot, mert ebben egy hosszabb ilyen szakasz van, de hogyha te belenagyítasz, a beszéd közben is találsz hosszabb, rövidebb zaj szakaszokat, és ezeket kell kiválasztani. Olyan zaj szakaszt kell kiválasztani, ami egyértelműen alkalmatos arra, hogy a zajt kiszűrjük, azaz nem tartalmaz semmi mást. Belenagyíthatunk, és kijelöljük ezt a szakaszt, ahol kizárólag zaj van. Lehet látni, nagyon szépen lehet látni, hogy ez igazából egy ilyen zúgás, semmit érő dolog, amit el kell tüntetni. Hatások, és megkeressük a zajcsökkentést. Zajcsökkentés, és a zajprofil készítésére bökünk, és ennyi. Zajprofil elkészült. Egyetlen egy olyan hibát találtam ebbe a zajprofil készítése, illetve zajszűréses technikába, ami számomra nagyon kellemetlen, de amúgy logikus dolog. Nem tudod örökre, tehát hosszabb időre, következő hanganyag szűrésére eltenni ezt a zajprofilt. Azaz mindegyiknél a sajátját el kell készíteni. Nyilvánvalóan ez azért van, mert nincs egyforma zaj, pedig van.
Ha én a szobámba normál körülmények között felveszek több hanganyagot egymás után, nyilvánvalóan a zajprofilom ugyanolyan lesz, hiszen igazából nem változott semmi, ezt jó lenne úgy standard eltenni egy-egy sablomba, nem lehet. Oké, a következő lépés Ctrl-A-val az egészet kijelöljük, és utána megint a hatásokra megyünk, és mit teszünk? Zajcsökkentést megkeresve beállítjuk ezt. Zajcsökkentés, mennyi decibellel csökkentse a zajt, az érzékenységet, illetve a frekvencia simításokat be tudod állítani. Gyakorlatilag az alapbeállítás teljesen jó nekünk, és leokézzük. Megvan a profil, azt fogja rátenni. Arra azért nagyon figyeljetek, bár a zajcsökkentés egy jó dolog, de az nem fog menni, hogy egy nagyon-nagyon erős zaj és halk beszédet nagyon szépen jóvá teszi. Azaz az, hogy van egy süvítő szél, és melletted mennek a traktorok, és te halkan suttogsz a mikrofonba, azt nem fogja tudni számodra kiszűrni. Lehet javítani, de logikus dolog, hogy mi itt lehet látni, illetve lehetett látni, hogy a zaj ott volt, és azt azonosítani tudtuk, de a beszéd alatt is, a beszéd hullámok között is ott volt a zaj. Az üres helyeken el tudja tüntetni egyértelműen, de amikor már beszéd van, ott már nehezebben választa szét a beszédet és a zaj. Azaz erőteljes zajoknál a beszéd torzulhat. Ez igazából számunkra nem nagyon jelent gondot, mert először is nem szűrünk olyan anyagot, ami nagyon vacak, inkább újra felvesszük. Annak nincs nagy értelme, hogy órákat töltsön az ember zajszűréssel, és utána ne legyen olyan az anyag, amilyen számára megfelelő. A másik fele természetesen, hogyha mi felveszünk egy anyagot, akkor a zajszűrése, a zaj talán felvételre, inkább így mondom, nagyon oda fogunk figyelni, hiszen a zajszűrés egy kényszer megoldás olyan esetekre, amikor nincs más, jobb és hatékonyabb módszer a zaj eltüntetésére, illetve jelen esetben a zajnak a fel nem vételére. Lehetett látni, eltüntettük a zajunkat, és ezen túl már ugyanúgy tudjuk folytatni a hanganyagnak a javítását, ahogy szeretnénk. Arra igazából figyelni kell természetesen, hogyha erőteljesebb a zaj, és sokkal több zajt tartalmaz a hanganyag, akkor esetlegesen azt kell megcsinálni, hogy másik zajprofilt keresünk, ami megmaradt, és azt is kiszűrjük. De minél több ilyen lépést iktatunk be, azaz minél több zajt tüntetünk el, annál torzabb lesz a hanganyagunk. Azaz, végtelenségig itt sem tudunk dolgozni. Én úgy gondolom, hogy egy-két zajszűrés még elmegy, de 3-4-5, hát az már nagyon torzá, használhatatlanná tudja tenni az anyagot, olyat akkor érdemes használni, hogyha nincs más lehetőség. Azaz nem tudod újra felvenni a hanganyagot. Lehet látni, a zajunk eltűnt, most hallgassunk is bele, nézzük is meg, hogy az adott szakasz mennyit változott, és milyen változások történtek. Észre fogjátok venni, hogy lényegesen jobb lett a hangunk, és ezért érdemes ezt megcsinálni, de itt is ismétlem, valóban egy kényszer megoldás, valóban egy, kettő, három ciklusú zaj eltüntetést be lehet iktatni, de annál többet be lehet iktatni, csak az eredmény elég rossz lesz. Oké, hallgassuk is meg az eredményt. Mégis egy ilyen írottabb betűen ez ezen nem elég hozzá. Egy kicsit kivágjuk. Ez nem is olyan rossz. Miután meghallgattuk a zajszűrési technikánk eredményét,
Technikánk, egy lépéssel eltüntettük a zajt, legalábbis javítottunk rajta. Nézzük is meg, hogy mivel fogunk foglalkozni a következő részben. A következő részben a hogyan javítsuk a saját hanganyagunkat. Azaz én készítek egy félperces, egyperces, semmit érő dumát, és megnézzük, hogy milyen technikákkal lehet egy kicsit jobbá tenni a hanganyagunkat, hogy a videónk alá, vagy akármi alá be tudjuk tenni jellemzően, és ahogy többen észrevettétek, én hanganyagot úgy értem, hogy beszédanyagot. A zenei vágás, a zenei hangjavítás egy kicsit eltérhet, hiszen egy beszédnél az, hogy mi mit csinálunk, igazából amíg a hang tónusa, hangdinamikája és egyéb ilyen jellemzői nagyon nem torzulnak, picit torzulhatnak, nyilván nem veszi észre senki, az, hogy nekem egy picit magasabb, vagy mélyebb a hangom, vagy egy picikét rosszabb minőségű lesz az esetlegesen több zaj szűrés miatt, de maradjunk annyiba, hogy én inkább az audio hang beszédanyagot szoktam szűrni, a zenei vágás, a zenei javítás az természetesen egy kicsit eltérhet, így bizony, akit érdekel, hogy egy videó alá, egy előadás alá, vagy akármi alá egy normális hangot tudjon csinálni, egy nagyon egyszerű, viszonylag olcsó géppel, viszonylag olcsó mikrofonnal, annak a következő rész is nagyon hasznos lesz. Köszi szépen, sziasztok!